Ézsaiás könyve, 39. rész, Babiloni követek Ezékiásnál. Abban az időben Meródak Baladán, Baladánnak, Babilónia királyának a fia, levelet és ajándékot küldött Ezékiásnak, mert hallotta, hogy beteg volt, de újra erőre kapott. Ezékiás megörült a követeknek, és megmutatta nekik a kincstárát, az ezüstöt és az aranyat, a balzsamokat és a finom olajokat, egész fegyvertárát és mindazt, ami kincstárában található volt. Semmi sem volt palotájában és egész birodalmában, amit meg nem mutatott volna nekik Ezékiás. Ekkor Ézsaiás próféta elment Ezékiás királyhoz, és megkérdezte tőle, mit mondtak ezek az emberek, és honnan jöttek hozzád? Ezékiás így felelt, messze földről, Babilóniából jöttek hozzám. Ézsaiás így szólt, Mit láttak a palotádban? Ezékiás így felelt. Mindent láttak, ami csak a palotámban van. Semmi sincs a kincstáramban, amit meg nem mutattam volna nekik. Akkor Ézsaiás így szólt Ezékiáshoz. Hald meg a seregek urának igéjét. Eljön majd az idő, amikor mindazt elviszik Babilóniába, ami a palotádban van, és amit elődeit gyűjtöttek mindmáig, semmi sem marad meg, ezt mondja az Úr: Utódait közül is, akik tőled származnak, akiket te nemzel, elvisznek néhányat, és udvaroncok lesznek Babilónia királyának a palotájában. Ezékiás így válaszolt Ézsaiásnak: Jó az Úr igéje, amelyet hirdettél, mert ezt gondolta: akkor az én időmben béke és biztonság lesz.